Másrészt pedig a helyzet az, hogy Magyarország, a magyar emberek folyamatosan fizetik ennek a háborúnak rendkívül súlyos árát, fizetjük a háború árát a rendkívül magas infláció képében, az elszabadult energiaárak formájában, vagy éppen a megnövekedő élelmiszer árak tekintetében. Tehát Magyarország nagyon súlyos árat fizetett már eddig is ezért a háborúért. Közben elvárják tőlünk, hogy újabb áldozatokat vállaljunk Ukrajna megtámogatása érdekében. Ugye részt veszünk abban a programban, amelynek a keretében havonta 1,5 milliárd eurót fizet az Európai Unió csak azért, hogy Ukrajna mint állam működni tudjon. Tehát ez nem az újjáépítés, csak hogy működni tudjon Ukrajna mint állam. Na most ehhez képest én azt gondolom, hogy botrányos, elfogadhatatlan, hogy Ukrajnában a háború nemzetközi szponzorainak listájára helyezték az OTP bankot. Ez elképesztő, ez felháborító, ez botrányos. Az OTP Magyarország legnagyobb bankja. Az OTP semmifajta nemzetközi jogszabályt nem sértett meg. Az OTP működése teljes mértékben megfelel mindenfajta elvárásnak és jogszabálynak. Ehhez képest a bank felhelyezése Ukrajnában a háború nemzetközi szponzorainak listájára elfogadhatatlan és botrányos. Ezért ma itt a külügyminiszteri tanácsülésen világossá tettem, hogy addig mi nagyon nehezen megyünk bele egyáltalán tárgyalásokba is a 11. szankciós csomagról. Nagyon nehezen tárgyalunk további áldozatokat kívánó gazdasági korlátozó intézkedésekről, amíg az OTP ezen a bizonyos ukrán listán rajta van. Elfogadhatatlan, még egyszer mondom, botrányos, és követeljük az ukránoktól, hogy vegyék le az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról. Harmadikként pedig szeretném önöknek elmondani azt is, hogy a háborúnak ugye nagyon súlyos következményei vannak világszerte az élelmiszer ellátás tekintetében. Annak érdekében, hogy Afrika, a közel-kelet országai megkapják a létükhöz, a fenntartásukhoz szükséges megfelelő mennyiségű gabonát. Korábban úgy döntöttünk, hogy a közép-európai országok úgynevezett szolidaritási útvonalakat, tehát tranzit útvonalakat biztosítanak az Ukrajnából származó gabona számára, hogy az elérje a kikötőket, akár Lengyelországban, akár Horvátországban, akár Romániában, és eljusson aztán a gabona Afrikába és a közel-keletre. Ehhez képest ennek a gabonának egy jelentős része Közép-Európában maradt, ahol példátlanul súlyos gondokat okoz a gazdálkodóknak, a gazdáknak, teljes mértékben szétveri a mezőgazdasági és az élelmiszeripari piacot. Az Európai Bizottságnak kutya kötelessége ebben a helyzetben intézkedni annak érdekében, hogy a Közép-Európában beragadt ukrán gabonát azt eljuttassák minél előbb Afrikába, illetve a közel-keletre, két okból is. Egyrészt, hogy a továbbiakban az itt ragadt, vagy Közép-Európában ragadt gabona ne tehesse tönkre a gazdálkodókat, a gazdákat, illetőleg azért is, hogy az afrikai és a közel-keleti lakosság megkapja a létfenntartásához szükséges élelmiszer mennyiséget. Tehát még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a hangulat itt háborús, egyfajta háborús lelkesedés van, mindenki, vagy sokan még többet akarnak, több katonai támogatást küldeni, több fegyvert küldeni, mi azonban továbbra is kitartunk a békére vonatkozó álláspontunk mellett.